2020-ban több új sporták között a karate is debütál az ötkarikás játékokon. A kvalifikációs sorozat már megkezdődött, amelyen kiválóan szerepelnek a sportág magyar képviselői. A madridi világbajnokságon ugyan nem sikerült újabb pontokat szerezni, de ezt megelőzően Japánban három versenyzőnk is bronzérmet szerzett egy olimpiai kvalifikációs versenyen. Vendégem Tadiszi Marciál és Háspataki Gábor. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok! Hát gratulálok ehhez a japán versenyhez, és ha már ugye három bronzérmet említettünk, akkor ne feledkezzünk meg Molnár Dánielről sem, ugye ő a plusz 84 kg-os súlycsoportban versenyzett, tehát neki is gratulálunk ezúttal. De egy picit fussunk vissza a legutóbbi versenyre, és ez a világbajnokság volt. Mi történt ott, és miért nem sikerült az, amivel talán elindultatok? Ugye jól tudom, te 2 évvel ezelőtt nagyon szépen szerepeltél, ezüstérmes lettél a világbajnokságon. Mi volt most? Igen, ott 2 évvel ezelőtt ezüstérmet sikerült nyernem. Most is hasonló reményekkel utaztunk ki a VB-re, főleg, hogy ugye jól sikerültek az megelőző Premier League világkupa versenyeink. Hát ugye ez egy világbajnokság, 1100 versenyző, 140 ország vett részt, nyilván mindenkinek ugyanaz a célja. Most sajnos nem így jött ki a lépés, nyilván meg kell keresni azokat a hibákat, amiket elvétettünk esetleg a világbajnokság során, és hát nyilván dolgozni tovább a célért. Ugye pont az a legérdekesebb, hogy az a brazil versenyző, akit ezen a korábban említett japán kvalifikációs versenyen megvertél, az most ellened győzött. Ennyire szoros a mezőny, tehát ennyire kemény csatákat kell vívni, vagy ez forma kérdése is? Igen, hát ugye minden súlycsoportban elmondható az, hogy van egy 8-10 olyan versenyző, aki bármikor, bármelyik pillanatban odaérhet a dobogóra, és hát nagyon kiki meccsek, kis dolgok számítanak egy-egy mérkőzésnek a kimenetelében, és hát most a brazilnak jött ki a lépés, nyilván jobban örültem volna, hogyha ez fordítva van, mondjuk Tokióban nem sikerül, és esetleg itt igen, de tényleg ez a karate sportág, hogy annyira nüansznyi dolgok számítanak, amik így befolyásolhatják a meccset. Egyébként, ha az egymás elleni mérlegeteket nézzük, akkor ki a jobb? Egyelőre én vagyok a jobb, nyilván kaptam is ki tőle, illetve vertem is meg. Éremért döntőben sikerült megvernem egyetemi világbajnoki döntőben, viszont kaptam is ki tőle világkupában, úgyhogy elég kiegyenlített azért az állás. Gábor, kicsit izgultál, reméltem, hogy nem annyira, mint egy verseny előtt, de talán most már belemelegedtél te is. Pontosan. Ugye az Európa bajnokságon idén sikerült egy ezüstérmet szerezni, ez egy sporttörténelmi esemény volt, mert ha jól tudom, karatézó még EB-n döntőt nem tudott vívni. Mi történt veled itt a világbajnokságon, és hogy érzed most ezt a formát, amit azért mi úgy látunk, hogy azért nagyon szépen halad? Köszönöm szépen. Hát igen, vittük tovább a felnőtt Európa-bajnokság utáni formánkat a világbajnokságra, úgy időzítettünk, hogy ott is minden klappoljon, és klappolt is, szóval minden összeállt, de sajnos, mint az Európa-bajnokságon ismételten a 4. körben, az Agajevvel az azeri ellenfelemmel mentem, és sajnos megint alul maradtam, de úgy érzem, hogy ez a meccs nagyon kiegyenlített volt és szoros, és úgy éreztem, hogy most fogtam meg a legjobban, és reméljük az edzőmmel, illetve az egész csapatommal az, hogy most már a következőn mindenféleképpen meg lesz, akár egy világkupa verseny, akár egy Premier League, vagy egy bármilyen kontinentális bajnokságon. Ugye, ha ezt a japán versenyt nézzük, akkor azért nem mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen egyszeri jó teljesítmény volt a részletekről, mert a korábbi ilyen nagy világkupa versenyeken is, kiemelt versenyeken jól szerepeltetek. Ugye ez volt az első, amilyen kvalifikációs, de talán még a chilei. Hogyan állunk most ebben az olimpiai kvalifikációban? Milyen szabályok szerint lehet majd eljutni az olimpiára? A szabályok még 100%-osan nem ismertek, de azt előre lehet tudni, hogy az 5 kategória, mivel a férfiben és a női kategóriában 5 kategória van, súlycsoportokban, azokat összevonják 3 kategóriára. A két alsót azt összevonják, a középső az marad, illetve a 2 felsőt is összevonják. A Márcival most körülbelül a 15. hely körül lehetünk ezzel a világbajnoksággal, mivel itt is szereztünk pontokat, értékes pontokat, de itt az elkövetkezendő Premier League, illetve világkupa sorozatok fognak nagyon számítani, azt, hogy onnan milyen eredményeket érünk, illetve az Európa-bajnokság. És majd még 2020-ban lesz egy úgymond egy azonnali kvalifikáció lehetőség Párizsban, ahol az első 3 helyezett azonnali kijutást élvez.
És azt lehet tudni, hogy a pontok alapján hanyadik az, amelyik még kijuthat? Tehát ez már így előre le van fektetve, vagy azért mondtad, hogy még elég képlékeny, nem lehet igazán tudni? Ahol össze vannak vonva a kategóriák, ott az első kettő, ahol meg nincsen összevonva, pont az én kategóriám, pedig az első négy élvez az onnan kijutást az olimpiára. És ezek a pontozások alapján, az olimpiai ranglista alapján dől el. Miben vagyunk mi jók? Ugye a karate eddig nem volt talán annyira a figyelem középpontjában, mert nem volt olimpiai sportág. Most viszont az, tehát mindenki figyeli. Eddig is jó eredményeink voltak, és nem történt semmilyen kiugró változás, vagy azért valóban ez, hogy ott lehet az olimpián, azért ez egy kicsit megmozgatta a sportágat? Nyilván megmozgatja mind a szakmai részt, mind pedig a versenyzőket az olimpiának a szele. Ugye nagyon kevés versenyzőről beszélünk, mert összesen 80 fő fogja képviselni a karatét az olimpián az egész világról, ebben a 6 kategóriában, amit a Gábor is felsorolt. De azt mondhatni, hogy maga a szakmai munka, illetve maga a versenyzőknek a motivációja is megnőtt, és hát emellett azért ugye kiemelt sportág is lett a karate, szóval támogatás szintjén is azért megmutatkozik ez az eredményekben, hiszen ugye tényleg előtérbe helyeződtünk, és azt mondhatni, hogy maga a munka is komolyabb lett, illetve a versenyzőknek és az edzőknek, illetve azoknak, akik benne dolgoznak, szakmai stáb is komolyabb lett sokkal a hozzáállásuk, és hát ez tényleg megmutatkozik. Te mondjuk, hogyan érzed ezt személy szerint? Milyen változás hozott a te életedben? Gondolom azért már, hogy vártátok, ott lesz, nem lesz ott, ott lesz, nem lesz ott. Igen, hát ugye 2016-ban derült ki véglegesen, hogy a karate az bekerül a programban. Nyilván ez egy nagy motiváció volt minden sportoló számára, úgy, mint nekem is. És hát azért dolgoztunk, hogy az olimpiai kvalifikáció is úgy kezdődjön el, ahogy szeretnénk. És hát maga a versenyek, maga az emberek, azok nyilván ugyanazok, de azt láthatni a versenyeken is, hogy sokkal komolyabb szint lett, szóval folyamatosan egy szintemelkedésen megyünk keresztül, fejlődésen, és hát nyilván ezt tartani kell, és senki nem akar lemaradni. És hát személy szerint azt tudom mondani magamról, hogy én is próbálok ezért minél több munkát beletenni annak érdekében, hogy az eredmény az kijöjjön. Gábor, te ezt hogy érted meg? Mennyire volt ez a cél, hogy igen, majd az olimpiada kerül, és akkor megyek tovább? Én azt gondolom, hogy azért kitartani egy sportágban kemény edzések, és hogyha nem annyira a figyelem középpontjában áll, akkor azért ez elég nehéz. Ahhoz tényleg nagy szív kell és szerelem. Pontosan, igen. Én kiskoromban nagyon kis vérgonosz gyerek voltam, szóval nagyon sok sportágat csináltam, ami egyaránt olimpiai és nem olimpiai sportág volt. De mindig is ragaszkodtam egy olyan sporthoz, amit nagyon szeretek, és ez pont a karate volt. És főleg az, hogy 2016, pontosítom a márciát, augusztus 2-án kimondták, soha nem fogom elfelejteni ezt a dátumot, hogy a karate olimpiai sportág lett. Arra nagyon büszke lettem, mert most már én is elmondhatom, meg a karatetársaim is elmondhatják, hogy a mi sportágunk is már egy olimpiai sportág. Úgyhogy én úgy érzem azt, hogy minden meg fogunk tenni annak a féleképpen, hogy legalább egy, vagy legalább minimum kettő karatéka is kiusson az olimpiára, és akár énemben is gondolkozhassunk, mert egyaránt a szakszövetség, meg a mi edzőink is teljesen támogatnak, és egyre feljebb van a képességünk is. Mennyire van esélyünk kijutni? Tehát ugye most az 1-2-t említettétek, akkor kezdjük az elején, kik a legnagyobb ellenfelek? Kik azok, akikre nagyon oda kell figyelni? Gondolom a japánok, nem? Hát igen, mivel nekik azonnal egy szabad kártyájuk van, úgyhogy ők már kijutást élveznek azonnal az olimpiára, de itt már, mivel ez a sportág ennyire komplikált lett és fejlett, ezáltal már nem tudom egy olyan országra sem mondani, akik nem ennek olyan fejlettek, mivel mindenki tudja, hogy ez a sportág már olimpiai sportág. De viszont pont a mi kategóriánk, a mínusz 67, illetve az enyém a mínusz 75, az már nagyon, nagyon fejlett. Azok már szó szerint a mi súlycsoportunk, azok már a király kategóriák. Ott legalább 8-10, vagy akár mondhatnám 15 olyan versenyző is van, akiknek szó szerint hajszálnyi esélye van ahhoz, hogy a másikat leelőzzék, és ott legyen az érem esélynél. Szóval nagyon nehéz dolgunk lesz, de minden meg fogunk tenni. És úgy érzem azt, hogy ki is fogunk jutni. Fiúk, nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy ez a kvalifikációs sorozat ugyanolyan szépen folytatódjon, hogy elkezdődött. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.